Több mint 5,5 millió honfitársunk. Magyarország elérte az 5,5 millió beoltottat, így múlt szombaton életbe lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának 6. fokozata. Több korlátozás is megszűnt. Ennek értelmében már nem kell hordani maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, de a kórházakban és a szociális intézményekben még viselni kell. Szombat óta védettségi igazolvány nélkül lehet bevenni a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előre váltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra. Megszűntek az üzletekre vonatkozó korlátozások, tehát a vásárlónként 10 négyzetméteres és a távolságtartási szabály. A hazai élelmiszerláncok kivétel nélkül mind eltörölték a szigorú védelmi szabályokat, de a higiéniára továbbra is fokozottan figyelnek. A nyitásnak természetesen az éttermek is nagyon örültek, ilyen feltételek mellett sokkal nagyobb vendéglétszámra számítanak. A kormány legújabb rendelkezései alapján szombattól nem kell maszkot hordani sem nekünk, sem a vendégeknek. Ez rendkívül jó hír számunkra és az ő számukra is. Egyértelműen arról tudunk beszámolni, hogy a vendéglétszám megnövekedett, mindenki rendkívül örül ennek, és újból teli mosollyal köszönhetjük a vendégeinket, ez mindenkinek rendkívül jó, én úgy gondolom. Nem történt enyhítés a sportrendezvények, a zenés, táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabad téren tartott egyéb rendezvények tekintetében. Mindezt leszámítva a hétköznapok szintjén azonban hatalmas változás érzékelhető, melynek többnyire mindenki nagyon örül. Már most nagyon jól esik, hogy nem kell hordani, még a gyógyszertárba azért kell, úgyhogy én örülök neki. Nagy örömmel vesszük ezt az egész dolgot, elég hosszú volt az a másfél év tulajdonképpen. Mi meg azt hiszem, hogy viszonylag normálisan, türelmesen átvészeltük, de gondolom valakinek sokkal nehezebb volt. Nagyon jó, nagyon örülünk neki, hát meg akartunk fulladni alatta. Nem szerettük, nagyon-nagyon jó, hogy nem kell most már, ugye? Nem kell maszkot venni mamának se, babáknak se, senkinek se. Nem furcsa bemenni úgy a boltba, hogy igazából de már... Mindig hogy itt van bennem, hogy új, a maszkot ott felejtettem az autóba, vagy hogy vissza kéne érte menni, vagy most kell maszk, nem kell maszk. Nagyon, nagyon furcsa és nagyon jó. Visszajött eredeti életünk. 10 hónap után lélegezhettünk fel, tavaly szeptember óta kellett maszkot viselni, mostanáig. Szakemberek szerint néhány hónapig maradhatnak az enyhítések, de ősszel megint nőhet a fertőzöttek száma.